Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Nem régettem az a munkával szokás szerint, ugye, ahogy szoktam mondani, de még nem ebédeltem, ugyanis most nem sokára el fogok menni és felveszem Lukaszt az iskolából, aztán hazajövünk, ebédelünk és el fogunk menni ide a közeli bevásárlóba, ugyanis nem más fogunk venni, mint egy sátrat, nem akármilyen sátrat, nem ilyen rendes sátrat, mert nem megyünk ugye kempingezni, hanem ilyen belső házi sátrat a Davisnek, lehet kapni ilyen gyerekes sátrat, és minden délután, ezen a héten takarólá kell vele bebújni, és úgy kell játszani, mint a sátorról lennék és kempingezni. Mi gondolod, hogy elmegyünk és nézzünk egy ilyen sátrat neked, és lehet ilyen sátrat venni. Ugye, Nyuszi? Mi? Mi a helyzet, Nyuszi? Ha? Ja, na gyere! Na, itt van a Nyuszi, látod, éppen néz valamit a tévébe, az egy kedvenc műsorát. Ezek a gyerekcsatornákon mindig ilyen érdekes dolgok mennek, ugye? Ahogy mutatom neked, nézd, itt, látod, itt szoktunk sátrazni, oda bebújunk oda a takaró alá, és én tartom a takarót, és az a sátor, a Davis meg kibe járkál, ugye? Az idő, amúgy mutatom neked, oda nézzél, látod, egy kicsit ilyen felhős az idő, nem is kicsikét, ilyen felhős az idő, bár elég meleg van, képzeld el, tenap amúgy volt jégeső, ja! Nem itt mi nálunk, hanem ott kicsit lejjebb délen, és szerencsére idáig nem ért el. Amúgy mára is mondja az esőzés délutára, inkább csak ilyen záprokat, hogy most van az az időszak, mikor ilyen tavaszias, ilyen esős, néha jön a jégesé, bár olyan nagyon nagy jegek még nem voltak. Remélem, hogy most már nem is lesznek. Ugye, hogy megverni az autót, ha tavaly rettentően féltem, amikor ugye megvettem a Mazdát, és mentem szervizelni, mindig attól tartottam, hogy menjen, Nyuszi, menjen, hogy megveri véletlen az autót, vagy a Kiát, de szerencsére nem verte meg, remélem, hogy idén se fogja. Ja, ugye a Kia kínál most a parkolóba, várja, nem látnak engem. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy nem fog idén az a jéges. Amúgy majd lehet, hogy elmegyünk egyszer kempingezni, és majd valamerre. Már régóta terveztük, hogy majd el kéne menni egyet, ugye, nem is ilyen sátras helyre, hanem ilyen ahol ki lehet bérelni, na, valamilyen kabint, vagy ilyen kisebb faházat, vagy valamit. Régen el szoktunk menni még annak idején, ugye a szüleimmel, az öcsémmel, ilyen sátorba ott szoktunk aludni egy hétig a kempingvel hasonló. Bár lehet, hogy ezt is egyszer kipróbáljuk, ugye a Lukasszal, a Davisszal, ugye a feleségemmel. Majd valamikor ugye, ha Davis egy kicsit talán idősebb lesz. Nem tudom, ti szoktatok menni kempingezni, vagy szerettek járni, vagy szerintetek mi jobb, mikor te felrakod a sátradat, amit fogalmam nincs, hogy hogyan kell egy sátrat felrakni, de biztos, hogy nagyon nehéz nem lehet. Vagy pedig a lakókocsival, ugye azt is, ugye sokat, múltkor mutattam nektek, hogy ki lehet bérelni ilyen lakókocsit, nem csak ugye ilyen faházat. Várjál, fordulok. Szerintetek mi jobb? Lakókocsi, sátor, faház, vagy egyáltalán nem is szoktatok menni kempingezni? Mutatom, nézd, látod? Nézd, mintha kezdenek elmenni ezek a felhők. Reggel elég jó idő volt amúgy, aztán később elkezdett befelhősödni, és mintha most kezdene így felszakadozni. A hétvégére amúgy remélem, hogy jó idő lesz, ugyanis azt beszéltük apukámmal, hogy valószínűleg vasárnap megyünk kajakozni, ugye többen kérdeztétek tőlem most már jó pár hónappal ezelőtt, hogy mikor megyünk kajakozni. Mondtam, hogy hideg van, mert ugye tél volt, de amint visszajön a jó idő, ami most ugye visszajött, megyünk kajakozni. Úgyhogy valószínűleg vasárnap apukámmal kikajakozunk valahova ide a sziget. Vagy valamerre. Aztán még megyek az iskola alá felé, mutatom neked, múltkor volt itt egy ház kiadó, itt az iskolától nem olyan túl messze, várjál, valahol itt. Ez volt, nem ez volt az. Nem ez volt az. Na innen, megtalálom, megmutatom neked. Amúgy ez a környék nem olyan túl rossz. Itt van az iskola mellett körülbelül egy ilyen 5 perc gyaloglásra. A ház, ahol most lakunk, az itt van a túloldalt, ott bent. Csak ugye itt át kéne csak jönni. Ezt szoktam mondani, hogy itt lenne egy hír, akkor itt csak simán átsétálnánk, látod? De itt a vizen nincsen hit, annét. Vagy ide, vagy ugye vissza a régi helyre, arra a környékre fogunk majd költözni, de még mindig van egy jó, azért egy jó pár hónapunk, ugye még lesz előtte karácsony, meg új év is. Na nézd, látod, ilyen szép tiszta az autó, te! Azért tegnap esett az eső, tegnap este annyira, hogy olyan szépen megtisztított az autó, hogy most nem kell elvinnem és megmosni. Amúgy megjöttünk, szervusz! Na nézd, mennyi papírt kaptunk. Milyen volt az iskola? Jó. Gondoltam. És hogy vagy te meg a köhögésed? Pici jobb. Pici jobb, ugyanis köhög a Lukasz. Ami diszkó lesz, képzeld el! Jövő csütörtökön az iskolában iskola diszkó lesz, és mert a Lukasz most már nem elsős, nem másodikas, hanem harmadikas. Hány órakor kezdődik a diszkó? 7:15, nem 7:45, te. Nem, este, délután vagy este? Este, ugye? És végez 9.
Ja, és 9-kor lesz vége, te! Úgyhogy valakinek el kell jönni, az valószínű, hogy én leszek, ugye, mert a feleségem a Davis-i akkor ugye már megy aludni. Tehát mikor mi elindulunk, a Davis-i majdnem, hogy aludni fog, úgyhogy én jövök valószínűleg a Luke össze, nem valószínűleg biztos, hogy jövünk. Vagyha jövünk, bár jövünk, vagy nem jövünk? Jövünk bulizni? Megyünk. Jövünk, megyünk, táncolunk, eszünk, iszunk, te olyan buli lesz jövő csütörtökön. Aztán még mielőtt gyorsan hazaérünk, vagy még mielőtt hazaérünk, gyorsan akarok mondani valamit. Nem gyorsan, lassan, de gyorsan. Nem tudom, hogy észrevettétek-e vagy nem, de az elmúlt 1-2 hétben a videók nem úgy voltak ugye, mint régebben, ugyanis hétköznap csak egyetlen egy videó volt szerdán, ugye volt szombat, vasárnap videó, és volt szerdán videó. Lehet, hogy nem vettétek észre, de eddig szokott lenni kedden is, meg csütörtökön is, szerdán meg nem. De mire? De ezentúl valószínű, hogy visszatérek, nem is az, hogy a kedden és csütörtökön is lesz videó, hanem minden egyes nap lesz videó. Szeretném bepótolni az elmaradásomat. Nem tudom, mit szóltok hozzá, hogyha minden nap lenne videó mostantól. Ugye mondtam régebben, hogy ha elég az 50.000 feliratkozót, akkor minden nap fogok készíteni videót. Kivéve talán pénteken nem lesz videó, ugyanis csütörtökön... A csütörtök az úgy van, hogy az öcsimmel, meg néha a Lukasszel is elmegyünk bevásárolni, vagy akkor csak ettem, hogy ugye csak beszélünk, és akkor sosem szoktam filmezni. Úgyhogy majd meglátjuk. De mi lenne, ha minden nap lenne videó? Szeretnétek, vagy nem szeretnétek? Vagy maradjunk a minden másnapos videóknál? Na, megvan mindened? Üveget. Azt nem is tudom. Add ide. Nem. Jó. Oda nézd, mintha jönne az eső, te, amíg a végén megint jégeső lesz. Na, zárjuk be. Mindig pici. Egy pici még mindig koszos. Na gyere, menjünk enni. Na nézzem, mit raktak ide a liftből. Látod? Ilyet. Mondom, sokan ráültek, szerintem sokan ráültek és le akart szakadni. Azért rakták azt oda, de arra nem ülünk és nem támaszkodunk. Na várjál, megjöttünk. Mi a helyzet, Nyuszi? Oj, te! Na! Mit nézzünk a tévébe? Valami mesét megint? Te! Te meg a mesék, Nyuszi! Úgyhogy most megvárjuk meg a feleségem, megmelegíti az ebédet. Nem tudom, mit eszünk. Én azt mondom, hogy csirkét eszünk. Aztán, hogyha nem ered meg az eső, akkor elmegyünk sátrat venni. Menjünk kempingelni. Tudod hova? Oda. Oda be a gyerekszobába, de visszak a szobájába. Emlékszel, hogy voltak el is ilyen sátrod, az a kis gyerek se. Ja, aztán szétszakadt. Úgyhogy most elmegyünk és megnézzünk egy olyat a Davisnek. Másik olyan. Ja, de most te abban már nem hiszem, hogy beleférsz. Én is alig férek bele. Majd meglátjuk. Lehet, hogy... Na mire? Lehet, hogy kicsit nagyobb alig férünk. Kicsit akkor te beleférsz. Na, én is belefértem. Bent szoktam ülni. Nem szoktam én is bent ülni veled. Ja. Csak... Na mire? Majd meglátjuk. Ugye, Nyuszi? Nyuszi, mi csinálj? Megint sátrat építünk? Te! Én elvédeltem. Na, látod? Most szólt a felsőnk, hogy kész az ebéd! A Davis mindig mostában az elmúlt 1-2 hétben mindig fogja a kezemet vagy a nadrágomat és húz! Ahogyha nem ide be, akkor oda a játékszobába is mindig húzogat, vagy játszani kell. De hova? Hova bújtál? Nyuszi! Majd építünk sátrat, ezentől nem kell sátrat építeni, igazi sátor lesz. Már nekem van egy olyan érzésem, hogy az a sátor, lehet, hogy nem fog neki tetszeni. Vigyázzál magadra! Mert ez mindig jobb ez a sátor, mint egy ilyen rendes gyerek sátor. Aztán lehet, hogy tévedek, nagyon remélem, hogy tévedek. És abban legalább rendesen bele fogunk férni. Na minden, melyek eszek ebédet? Na mi ez, mi van ebédre? A rizs! A kedvencünk, a rizs! Minden! Mindig kapunk. Mit mindig kapunk? Hát vagy rizst kapunk, vagy krumplit kapunk, vagy sült krumplit, vagy has... Na minden. De szeretjük a rizst. A rizst nem más, amit mutatom neked, mivel. Várjál, ilyen csirkével, látod? Ilyen csirkével, ilyen megsült, ez sült csirke, nem? Meg van sülve, úgyhogy biztos, hogy sült csirke. Apá, ezt megesszük, és na, mit csinálunk? Hol a rizsem? Az én rizsem. Na, aztán indulunk. Na, megérkeztünk a boltba. Na, mit látsz? Az ilyen, ilyen halas, jó, halaknak fish ilyen kaja. Gyere, megkeresd, nézd mennyi horgászból. Oda nézd mennyi horgászból, te. Ezzel lehet fogni valamelyikkel cápát, mi? Ebben. Ja, hálóban, rákot. Gyere át még a túloldalra, megnézzük át, ha ott az a... Mit? Az nem. Ne, az kinyílik. Na, gyere. Na, oda nézzél, ez rendes sátor. Látod, Lukasz, az rendes sátor. Ilyen nem megyünk majd egyszer kempingezni. Ha? Jól néz ki? Melyikkel? Ja, az túl picike, te. Az nem olyan. Ez tudod, mire való? Ez a tengerpart. Látod, rá van élő, hogy ez a tengerpartra való. Dóm. Ez egy dóm. Ja. Na, oda nézze, megtaláltuk. Látod, ez az. Lukasz, ilyened volt? Ha? Hasonló, nem? Na, várjál, van ilyenben.
Rakjuk addig le. Van ilyenbe. Tehát ez mit csinálsz? Ne hülyeskedjél, húzogatod itt a karikákat. Ja. Aztán, mi van még itten? Lucas, veszünk ilyen bodyboardot a tengerpartra? Oda néz, ez micsoda? Oda néz, ez micsoda? Ez olyan, mint a szördeszka, csak gördeszka. Mi? Nézd, mit találtunk, úszógumit a Davisnek, vagy pedig ilyesmit a hátára. Látod, rá kell rakni és úszhat. Van ez... ez nem jön neki való szerintem még, vagy... Mi van ráírva? Oda nézzem. Na, mit nézünk? Karácsonyi ajándékot. Mit kérünk a télapótól? Hoppá, miért nem megy ez a izé? Mit? Ezt most már néztük már, te! Ja. Menjünk! Christmas snack! Mennyi, oh, mennyi érdekes dolog van! Christmas snack kapom! Jó, ja, karácsonyra! Végeztünk a belátogatással! Ja, úgyhogy menjünk vissza az autóhoz! Az első felhő, meg én azt hiszem, hogy lehet, hogy esni fog. Oda nézd, látom, milyen felhők vannak mindenhol. Ha megered az első, legalább az lesz benne, jó, meg nem kell megbocsni az autót. De most eléggé tiszta! Aj, te! Na, nyissuk! Aztán belepakolunk, meg addig beúsz, jó, ide hátulra. Nyissuk az autót is, nyissuk. Ürést is húzzuk. De is meg ide berakjuk. Elindultunk, sikeresen elindultunk a Davis tárni. Olyan nehéz berakni az autóba, mint például most, és egyszerűen nem akar belülni az ülésébe. És hagyta. Aztán még itt állunk a piros lámpán, mutatok valamit. Látod, itt vagyunk a Suzuki-nál, a Mitsubishi-nél, a Hyundai-nál, ott a Suzuki, ott áll kint az a piros, az a Vitara, látod? Fekete tetővel, fekete kerékkel, most pont nem lehet látni, mert eltakarja ez a táblát, ki van rakva, és láttam, belülről még nem néztem, nem próbáltam ki, amúgy a héten, tudod, mit láttam? Autót? Azt a Suzuki, nem láttam, nem próbáltam, azt a crossosat, azt a, te elfelejtettem most a nevét. Ugye van ez az átvált, olyan, mint a Vitara, de mégsem, nem is személyautó, hanem a kettő között. Mi a neve? Elfelejtettem a nevét. Képzeld el, és nem rossz, de méretre szerintem picike. Én azt mondom, hogy picike az az autó. A belsőben úgy benne volt minden, a GPS-től elkezdve minden, de nem, annyira nekem nem tetszett. Biztos, hogy jó autó, mert lehet, hogy biztos, hogy sok van bele Magyarországon, de nem tudom. A Vitara lehet, hogy hasonló, fogalma nincs, azt nem tudtam még kipróbálni, de ahogy mondtam, autót nem veszünk még, még ellenköltözünk szerintem addig valószínűleg, hogy nem. Bár most néztem, képzeld el a Mazdát, a 6-osat, az is nagyon tetszik, néztem a Holden Commodore-t, az is nagyon tetszik, ugye ezek nagyobb autók. Ugyanis a Suzuki, nem tudom, lehet, hogy kicsi lesz, bár ma meglátjuk, az zöld van. Haza érkeztünk, legalábbis hamar haza érkeztünk, ja. Davis elhozta az autóból ezt a játékját, ezt az iPad játékját, ja. Úgyhogy hazamegyünk és mit csinálunk? Felállítjuk azt a sátrat, mi? Felállítjuk? Jaj, de! Kivettem! Úgyhogy most gyorsan felállítjuk, aztán kíváncsi leszek, hogy mit fog szólni a Davis teszély fog elki, vagy nem. Lerakom fel ide a karát, aztán nézd, belemegy a lámpa, látod? Amúgy ilyenben van benne, látod? Ilyenben. Kinyitod, és hoppá, így kiugrik az egész. Nézd, látod, hogy kiugrott az egész, semmi más nem kell csinálni, itt kell nyitanod. Aztán mutatom, már ide rakom a szőnyegre. Várjál, beállítsuk egy kicsiket. Oda nézd! Látod, kész a sátor. Szerintem jól néz ki. Davis, oda néz, nézd, sátor, látod? Na mi az ott? Ha? Gyere! Oda bele kell bújni. Nem rázni. Na gyere, te is belebújunk. Ja. Nézd, itt is van. Ajtó, ide belebújunk. Jaj, hogyha beleférünk. Na mi a helyzet? Hogy tetszik az új sátor? Te? Olyan pici ez a sátor, hogy nem tudom kirakni a kezemet, hogy... Ide, látod? Ilyen kis picike a Lucas, látod? Te már be se félsz ide. Nem! Amúgy a Davisnek én azt mondom, hogy tetszik. Hát én most be. Na most hova mentél? Hát most egy ember ki, egy be. Na gyere, most le is érezték. Látod? Régen ebbe szoktunk ülni. Te! Te! Én azt mondom, hogy ebből kiszállok. Jaj! Csak én most! Ketten beleférnek. Én már nem. Amúgy ilyen dinoszauruszok vannak rajta, látod? Nem el fel!
Davis, mit csinálsz te? Felborítod azt a sátrat. Na, ennyi volt a sátor. Az olyan ez a sátor, hogy nem lehet kikötni. Ki lehetne kötni? Na mindegy. De legalább el lehet vele bockodni. Szerintem jobb, mint a takaró. Nem, Davis? Mit szólsz hozzá? Jobb, mint a takaró? Hoppá, te! Már össze is csuktuk azt a sátrat. Úgyhogy, most nem más csinálni, mint a Davis az enni fog. Aztán valószínű, hogy korai fürdés lesz neki, mert nem aludt, egész délután egy kicsit nyugos volt. Nem is kicsit. Úgyhogy most megyünk, átlegyen a szüleimhez, mármint a Lucas, ugye péntek van, én meg megnézem egyet az öcsémet. Aztán jövünk haza, és majd meglátjuk, hogy mennyire fog tetszeni még a Davisnek holnap ez a sátor. Davis már viszi a sátrat magával, azt hiszem jobban ne tetszik neki, hogyha húzogathatja körbe-körbe, mint hogy belemenjen. Te, nyuszi, ezt nem húzogatjuk. Úgy, na látod, egy baj van vele, hogy belemegy, és hogyha nincsen benne vele senki, feláll, és el kell, úgy, látod, nyomogatni. Te, nyuszi, azt nem nyomogatni kell. Na mindent, valószínűleg ezért volt rájva a dobozára, hogy 3 év feletti gyerekeknek, és nem a Davisnek, ugye a Davis az sem 3 év feletti, na mindent. Majd mi játszunk vele ketten, majd. Biztos, hogy élvezni fogja. Ugye, nyuszi? Na, összecsuklódott a sátor. Megérkeztem, itt vagyok az öcsémmel, éppen itt lök az autóba, és várom, a túloldalt kellett kézzel megállni, mutatom. Ezen az oldalon látod, általában ott szoktam megállni a könyvtárral, és nem volt hely, nem tudom, hogy miért. Ugye az öcsém itt fog valamit majd kijönni, hogy mikor azt nem tudom, felhívtam, hogy már itt vagyok. Amiként én látod, kezdek elmenni a felhők. Bár lehet, hogy jön utána, még ugyanis néztem az időjárást, hogy a hétvégére ilyen esős, felhős időt mond. Úgyhogy nem tudom, mi lesz vasárnap abból a kajakozásból, pedig ha jó idő lesz, akkor biztos, hogy el fogunk menni. Azért nagyon remélem, hogy jó idő lesz. Vasárnap azért még messze van. Na, azt mondom, jön az öcsém. Az jön? Nem az jön. Azt hittem. Úgy néz ki, hogy csak ennek az emberek van itt szakálla. Na mire? Most jön. Na, most hozott felsőt. Oda lesz, látod? Fázik? Nincs is meleg? Vagy hideg? Lejöttünk, nem más valami, de a tengerpartra. Mutatom neked. Te jönnek a felhők, oda néz. Látod, milyen sötét az ég? Ahogy egy páran vannak benne a vízbe, ott. Várj, kicsit ráközelítek. A hullámok azok nem olyan nagyok, komolyan mondom. Látod, ilyen kis picikék ott bent? Fürdenek, ott van egy szörfös, várja nagy hullámokat, amik nem történnek ma. Azt hisz, valaki néz, focizik is, majdnem nekünk rúgta a gyerek a labdát, figyeled? Oda nézzél, látod, mennyi madár repülnek, mint a fene. Össze-vissza, azok a fehérek, lehet, hogy a kamera annyira nem látni. De rettentő sok van arrafelé. Na mindegy, úgyhogy most nem más csinálunk, mint elindulunk visszafelé, aztán iszunk valamit. Nem sört, valami narancslét valószínű, vagy kakaót. Visszaértünk az autóhoz, vettünk innen, látod? Ilyen narancslét vettünk, ilyen rostosat, ami nem olyan rossz, most vettünk ilyet először. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint elmegyünk hazafelé, úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt! Majd. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!